Egyetlen nap 1000 nemest és lovagot neveztetek ki. De nem vagyok olyan hatalmas, hogy 1000 év alatt egyetlen tudós tárcsak. Luxemburgi Zsigmond magyar király német-római császár mondásával érzékeltette a tudás jelentőségét Görgényi Ernő gyulai polgármester péntek délután a Városházán megtartott Bai Zoltán ösztöndíj átadó ünnepségen. A polgármester úgy fogalmazott, meg kell becsülni azokat a fiatalokat, akik a város vagy éppen a nemzet jövőjét jelenthetik. Az ösztöndíj elnyeréséhez idén már nem volt elég, ha valaki kitűnő tanulóként egy középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, ellenben akadt nem egy olyan fiatal, aki 3 legalább középfokú nyelvvizsgánál tart. A 62 jelentkezőből 32 kiváló, közép- vagy felsőfokú tanulmányokat folytató, gyulai vagy gyulán tanuló diák nyerte el az elismerést. A karácsony is harmadikos Danics Boglárka országos tanulmányi és sportversenyeken jutott döntőbe, és német nyelvből nyelvvizsgázott. A gimnázium után orvosként szeretne tovább tanulni. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy elnyertem. Mindenképpen szerettem volna tovább örökbíteni Gyula város hírnevét a versenyeredményeimmel, és ugye ez már korábban is sikerült, és így a versenyeredmények tükrében szerettem volna megpályázni az ösztöndíjat, és nagyon meglepett és örültem neki, hogy sikerült elnyernem. Gyulán fontos cél, hogy minél szélesebb legyen a támogatott tudományterületek spektruma. A bai ösztöndíjasok között van orvostanhallgató, jogász, pszichológus, informatikus, vegyészmérnök, gazdálkodás és menedzsment, vagy gyógypedagógia szakos hallgató is.